Sziasztok, jó reggelt! Jövünk nektek piszével kettem, mert hogy ott szoktam bent ülni, és most nem fogom őt zargatni, ugyanis hát nem jó neki most az élet. Pisze baba! Ugyanis kint volt, és valamelyik cica egy kicsit meggyepálta őt, úgyhogy most nem annyira szereti az életet. Fáj neki a lába, ha hozzányúlok, morog velem. Ha fel akarom venni, morog velem. Úgyhogy... most hagyom őt békén egy kicsit, szerintem valamelyik idegen cica idejött és belekötött. Igaz, kincsem? Úgyhogy most ő itt pihenget. Vagy mi? Igaz? Igaz? Fáj a lábad, mi? Hát minek kell kimenni? A kis cicának kimenni a házból? Miért kell? Arra gondoltam, hogy... csacsogok nektek így reggel egy kicsit, van kávém, Valentino szívecskés pohárba, Made in Pepco, és mesélek nektek az elmúlt 2 hét körülbelül. Ja, annyi már biztos van. Ugyanis voltam ugye melózni, aztán a következő 4 pihenőmet azzal töltöttem, hogy itthon fetrengtem, mert hogy nekem utolsó éjszakásba nagyon... hát olyan lett a torkom, mintha így kaparna, hogy így, mintha ez a meg leszek fázva érzésem lett. És képzeljétek el, hogy nem volt semmi orrfújós, meg ilyen bajom, csak úgy, mint aki be van lázasodva, hogy le voltam törve, mint a vilifüle. Úgyhogy 4 napot azzal töltöttem, hogy egy kicsit dolgoztam itthon, például leszettem a függönyöket, takarítottam, tettem, vettem, de nem vittem túlzásba, hogy kipihenjem abban a 4 napban még itthon vagyok. Aztán elmentem dolgozni, és azért rezgett a léc, hogy ez hogy fog nekem menni, de nem volt gond egyébként. Szerintem még jót is tett, hogy nem csak fekszek, meg testpedek, mert hát az ember oké, feküdt ki a betegséget, meg mit tudom én, de egy idő után azért abból is eleged lesz, és úgy jó esik mozogni. Úgyhogy már mostanra csak annyi van, hogy néha még köhögök, mert eddig nem is köhögtem. Se az orrom nem fújt, se nem kellett köhögni. Mondjuk szedtem is a gyógyszereket bőszen. Úgyhogy már a mostani pihenőn az első nap az úgy telt, hogy hazajöttünk, vettünk reggel húsit apával a kóba, majd csak eszembe jut. Hazajöttem, beáztattam a csirkecombot, lefeküdtem aludni, és utána fogtam, felkeltem olyan dél körül, és megsütöttem a csirkecombot ilyen sima sülcsirke fűszerkeverékkel, és csináltam hozzá bulgurt. Aztán, hát úgy délután sikerült egy kicsit takarítani, összeporszívózni, tiszta ruhákat elpakolni, meg ilyenek. Aztán tegnap annyira fittike voltam, hogy reggel felmostam, meg porszívóztam, meg elpakoltam, meg mosogatógépet kipakoltam, mindent megcsináltam. Aztán Adéllal csacsogtunk egy kicsit, tök jó volt. És utána fogtam magam délután 2-kor, elmentem shoppingolni. Közben iszom a kávét is, mert ki fog ülni. És én olyan jót bókláztam a boltokba, bementem a Pepcóba, egész jó cuccokat, annyi ilyen dísztárgyat tudtam volna venni, húsvéti nyuszi. 66 fajta húsvéti nyuszi volt, nagyon cuki. Vettem egy porcelánt, ami olyan annyira szép, na majd megmutatom, ahol videóban láthatjátok. Meg láttam ilyen nagy tojást. Szóval láttam ilyen nagy kerámia tojást, és volt rajta egy toll lenyomat, egy ilyen pehely, vagy pihe, ilyen tyúktoll, libatoll, kinek mi, hogy, ki hogy hívja. Az is annyira tetszett, de aztán azt úgy elengedtem, hogy én ott a Pepcóban mit összevariáltam, mert megtetszett egy olyan, hogy egy nyuszi, meg 2 tojás van mellette, jó, akkor ahhoz néztem ilyen terítő helyett ilyen tányéralátétet.
Azt hiszem rózsaszínnel indultam, aztán lett zöld, aztán a fehér, aztán csodálom, hogy ki nem vágtak onnan, mert én annyit variáltam ott, hogy így hihetetlen. De én olyan jól éreztem magam, hogy ez kész. Tehát én nagyon jól el voltam, szétnéztem, átgondoltam, nagyon jól el voltam tényleg, de olyan jó esett. Lehet, hogy nem volt olyan hosszú idő, csak nekem tűnt olyan nagyon hosszúnak, nem tudom. Aztán átmentem a Rossmannba, ott ezeket a difil hajápolókat kerestem, és rá is kerestem Krémmánián arra, amit megtaláltam. Azért több volt, mint a mi Rossmannunkban, szóval azért az a Rossmann jobban fel van szerelve. Megvettem a borotalkó dezodort, amiről kérdeztelek titeket a múltkor, hogy milyen lehet, kíváncsi vagyok rá. Aztán megszagláztam a Bugatti Belladonna Intenza parfümöt, és nagyon tetszett az illata, de nem vettem meg, mert úgy voltam vele, hogy a csuklómra fújtam egy kicsit a termékmintából, és hogy megnézem, hogy mennyire tartós, mert hogy volt, aki azt írta a Krémmánián, hogy rajta egyáltalán nem tartós. Szerintem tartós, mert én még fürdés után is éreztem. Már most nem, nyilván azért annyira nem, de tegnap még fürdés után is éreztem magamon. Úgyhogy szerintem jó az a parfüm, úgyhogy meg fogom majd venni. Ha egy kicsit lecsappant a parfüm készletem, mert baromi sok parfümöm van még mindig. Aztán mit néztem még a Rossmannban? Hát a sminktermékeket nézegettem. Kerestem barna szempilla spirált, de nem találtam, és jól tettem, hogy fáj, kincsem. És jól tettem, hogy megvettem Notino-ról, mert hogy volt egy Notino-s rendelésem is, és ki akarom próbálni a barna szempilla spirált, de nem találtam. Így fizikailag a Rossmannban, pedig a Max Factor? Vagy Astor? Na mindegy. Az egyik márkának láttam, hogy van. Meg a Catrice-nek is van, de pont a Rossmannban nem találtam. Szóval ott is elbukláztam egy darabig. Aztán nem sok mindent vettem a Rossmannban, vettem egy hajbalzsamot, a dezodort, mert mit vettem még? Ja! A textil frissítő sprét, amit ma ki fogok próbálni itt a kanapén. Átporszívózom, befújom vele, és meglátjuk, hogy nem büdös a kanapénk. Csak gondoltam, hogy kipróbálom az ilyet. A Sanitolnak a textil frissítő spréjét vettem meg. Azt az egyikőtök ajánlotta. Úgy örültem neki, mikor megláttam a Rossmannba, mondom, gyere velem. Csak ott volt mellette a Rossmannos is, de mondom, nem. Aztán átmentem a DM-be, és ott megtaláltam a DM-eset. Valahogy nekem a DM meg a Rossmann egy kicsit olyan, mint a Lidl meg a Penny. Nem rossz a Penny, de a Lidl egy kicsivel minőségibb. Aztán nem rossz a Rossmann, de a DM egy picivel minőségibbnek tűnik. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy teljesen hülye vagyok, de nekem ez a benyomásom. Tény és való, hogy nekem Rossmann van közelebb, sajnos. De nekem a DM az egy kicsit így jobb. Úgyhogy megvettem a két textil frissítő sprét. Lehet, ki fogom próbálni az egyiket itt, a másikat ott, mert van egy nagy fotelünk is. Aztán ezt vettem a Rossmannban, aztán átmentem a DM-ben, ott is jól szétnéztem. Úgyhogy kinézelődtem magamat, vettem egy folyékony szappant, a textil frissítőt, takarításhoz rongyot, ami olcsóbb volt sokkal, mint a Rossmannban. Meg szétnéztem, szóval nem volt célja ennek az útnak, csak hogy úgy szétnézek, és hogyha valami olyat látok, amit érdemes, azt megveszem. Meg hát ugye kellett domestos, meg rongy, szemetes zsák, egy pár dolog, tényleg nem sok. Szóval nem volt célja ennek a kóborlásnak, de nekem olyan jó esett egy kicsit úgy shoppingolni, hogy ráérek, megnézhetek mindent, pénz is volt nálam, ha esetleg valamit megvennék.
Nagyon jól esett. Aztán bementem a Deichmannba is. Na, ott tetszett formára az egyik cipő, de felpróbáltam, nyomta a lábujjamat, és nem is próbálkoztam többet. Nem volt hangulatom, és a nélkül cipőt venni én nem megyek, pedig jó árba volt. Oda is benéztem, aztán bementem a Iszkbe, ott három dolgot, négyet vettem. Két ilyen gyönyörűséges ékszertartó dobozt, üvegdoboz, meg két ilyen dísztárgyat, ilyen kötélmintás kerámiát. Hát nagyon jó áron vettem őket, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, még jó, hogy felmentem oda is, tök jó. Úgyhogy kettőkor mentem el, és hát 5 óra után ültem be a kocsiba, szóval 6-ra értem haza, és nagyon jól esett vezetni, ami nem mondhatnám, hogy mindig jól esik, de most még hazafelé szürkületbe is, pedig én nem szeretek szürkületbe vezetni, még hazafelé szürkületbe is nagyon jól esett. Valahogy most jól esett már kimozdulni, hetek óta állandóan itthon vagyok, nagyon nehezen mozdulok ki itthonról, és most annyira jól esett már menni, hogy jó, nyilván megyek melóba. De így vásárolni, meg szétnézni, hát nem nagyon szoktam, és ezt be kellene vezetnem havi egy ilyen anya elvonul vásárolni című sztorit. Mert lehet jót tenne a kis lelkemnek. Nem azért, hogy én most vagyonokat költsök el, hanem csak, hogy úgy szétnézni, ellenni. Közben a cica ide feküdt az ölembe, és őt simongatom. Nála nagyon ritka pillanat, hogy így ide fekszik, de most úgy látszik, hogy ez jól esik neki, úgyhogy engedjük neki. Igaz? Jó van, szívem. Fáj lábad, fáj. Jó. Nem tudom, mit csináltál, kicicám. Úgyhogy ma azt tervezem, hogy videózok nektek most, aztán felveszek egy smink videót, és azon kívül még hármat szeretnék felvenni. Úgyhogy ez ilyen videózós nap lesz. Lehet, hogy benne lesz egy ilyen takarítós videó is, azt is meg lehetne oldani. Mi van, kincsem? Mi van, szép cicája, anyám? Mi van, szép? Ó, te! Hát azt se hittem volna, hogy mi ketten fogunk videózni. Hát ne őrítsél meg. Cuki bogyó. Apa elment reggel dolgozni, én majd szombaton kezdem a reggelt. És ma csütörtök van, úgyhogy még a mai nap ilyen takarítós, jövős menős, holnap főzni fogok, még nem tudom, hogy mit, majd holnapig kitalálom. Ma meg még takarítok, meg még menni fog a mosógép vagy kettőt, tegnap is mostam kettőt, egy törölközőt, meg egy ilyen pólók és ilyen szírszarok. Ma meg lehet átszaladok a fürdőn, a viszkőoldóval, meg úgy a polcot letörölni, hogy fenntartsam azt a fain állapotot, ami most van. Hát meg ilyet kell, hogy porszívózni, felmosni. Tegnap is felmostam, de ilyenkor azért szeretek elég sűrűn. Meg majd ágynemüt kell húznom, mert az enyémet már áthúztam többször, vagy de hogy az enyémet miattam már egyszer áthúztam az ágynemüt, de most mivel apa beteg, ezért miatta is húzni kell az ágyneműt sűrűbben, mint általában. Úgyhogy ezt is meg fogom csinálni. Hát, ha hamarabb elmúlik, mert hát nyilván én beteg voltam, és megfertőztem őt, úgyhogy nagyon jó. Igaz, Pisze? Jaj, de cuki vagy. Hát te nem szoktál így az ölembe feküdni, te kis baba. Jaj, nagyon cukkeroni vagy. Nagyon cuki vagy. Mit mondok én a gazdádnak, hogy mi lett ezzel a cicával? Mit mondunk a Szilvinek? Szét fogja rúgni a valagamat, hogy miért engedtem ki a cicáját. Kíváncsi lennék, mit csináltál. Kis baba. Úgy de hallom, a Puki meg be akar jönni, majd később beengedjük.
úgyhogy ennyi kell. Ennyik a tervek. Ja, felveszek nektek egy hol videót, akkor nem is, hol egy csomó videóterve van. Felveszek egy hol videót. Előtte felveszek egy sminkes videót, meg három videót szeretnék, ami ilyen tematikus videó, ilyen egymásra épülő, vagy hogy is mondjam, ilyen egy kaptafa. Ezt tervezem. Meg valami sütit kéne sütni, de ahhoz el kell mennem tojásé, mert már tegnap hazafelé marhára nem volt ingerenciám bemenni a Lidlbe, úgyhogy tojást kellene mennem, hogy tudjak valami sütit sütni, mert süti ehetnékem van. Úgyhogy lesz egy köröm a Lidlba. Az is lehet, hogy leveles tésztát veszek, és ilyen fahéjas csigát sütök, nem tudom, majd kitalálom, de ma ilyen aktív napot akarok tartani, mert hogy van hangulatom is hozzá, úgyhogy, ja. Közben be kell engednem a cicát, komolyan mondom, az egész nap a marulsz, hogy a macskákat kibeengedem a bejárati ajtón, ugyanis tegnap mondjuk nyitva volt az ajtóablak, mert annyira jó idő volt, hogy én mindent kinyitottam. Azért is, hogy felmostam, gyorsan felszáradt, tök jó volt. Annyira jönnek, mennek most a cicák, ahogy jó idő van, hogy egyszerűen ebből áll a napom. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen nagyon-nagyon szép napodok. Én még megiszom a kávé másik felét, amiben már cicaszőrt is simogattam, csodás. És nekifutok ennek a napnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, minél jó puszi nektek!